Köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm Önöket. Én korábban egyszer már ezekről a dolgokról beszéltem. Most ugye a termésnövelő baktérium tárgyát, mikrobiális oltások témakörben. Most egy kicsit inkább a termésvédelemre fogunk figyelni. Én is tanulni jöttem. Én azt gondolom, hogy ha valami nem világos, vagy más a véleményük, akkor nyugodtan szóljanak közbe. Ez egy interaktív dolog lenne. Hát egy kis bevezetés, hogy minden a talajjal kezdődik. Erre nagyon kezdünk mostanában szerencsére odafigyelni, hogy a talaj az egy feltételesen megújuló kincs, nemzeti kincs, és ennek az élelmiszereink 95%-a a talajhoz kapcsolható, de sajnos a szennyezőknek a 70%-a is ebből a talajból származik, különösen a 80-as évek után az úgynevezett mezőgazdaság kemizálása, ami elindította ezt a folyamatot, hiszen ugye a műtárgyák intenzív alkalmazása akkor kezdődött, és akkor kezdődött a peszticidek vagy xenobiotikumok alkalmazása. A xenobiotikum, ugye nem nagyon szeretjük ezeket a sok idegen szót, azt jelenti, hogy mesterséges élet idegen anyag. Ezeknek egy része a peszticidek, amelyeket a mezőgazdaságban alkalmazunk, köztük a gyomítószereket, a gombaölőket, a rovarölőket, ezek a biocid anyagok. A cid az azt jelenti, hogy megölni, elpusztítani. Ezzel szemben a mi képviseletünk, vagy akik itt ülnek, azok gondolom egyetértenek velem, hogy mi inkább a biostop hatást szeretnénk elérni, nem az megölni, hogy akkor vagyok biztonságban, ha te meghaltál, mert ha megölünk bizonyos élőlény csoportokat, de közben megyünk is tovább, a talajnak, a földnek a képe sokkal piros, azok a degradált talajok, és itt van a szántásos, ugye szántani vagy nem szántani, a családban is vitát jelent, a férjem szerint nagyapám is szántott, csak akkor tudta, hogy vinni kell vele azt a szerves anyagot is, amit manapság nem viszünk, és hát a funkcionális éhezésről is bizonyosan hallottak már Önök, az azt jelenti, hogy eszünk valamit, meg táplálkozunk, illetve jól lakunk, meg eszünk, de nem minőségileg, és nagyon sok mikroelem hiányzik az élelmiszereinkből. Én a béles csoportban kezdtem a pályafutásomat egyetem után, és akkor megtanultam, hogy a burgonya, a vírusos leromlása azért következik be, mert abban a szabolcsi homoktalajban nincsenek meg azok a mikroelemek, amelyekre szüksége van a burgonyának. És ez mennyi ez a mikroelem? Ugye a periódusos rendszerben több mint 100 elemet ismerünk. A nemzetközi talajok nemzetközi évében azt mondták, hogy legalább 18 elemre figyelj oda ember, amit naponta meg kellene, hogy kapjál, és nem csak a nitrogén, foszfor, kálium, az a három makroelem, amit a műtárgyával beviszel a talajba. Aránytalanság következik be, és tényleg ilyen funkcionális éhezéshez vezet. Hát hogyan vizsgáljuk a talajok minőségét? Manapság bizonyosan hallottak erről a ásd el az alsó nemüdet akcióról. Ez németországi fotó, ahol a különféle művelésű talajok, kérdésem, mit gondolnak, hogy melyik a legjobb talaj, ahol egyben marad ez a alsó nemű, vagy ahol sallangonként szedjük elő. Ugye 3 hónap múlva kell kiásni, és minél intenzívebb a talajnak a biológiai aktivitása, annál inkább eltűnik ez a pamut alsó nemű. Mikor én kezdtem a pályafutásomat, akkor ilyen lepedő darabokat ástunk le, és azt arra hívom fel a figyelmet, sajnos nem hoztam a mutató pálcámat, hogy a felső részében a lepedő darabnak, az a felső 20 cm rész, ami ott is elbomlott, miért bomlik ott el, és lentem miért nem bomlik el? Azért, mert a talajban, a talaj élőlényeknél a legjobb dolog az összes talaj élőlény működésének, ha oxigén van, ha levegőzött a talaj, ha morzsalékos a szerkezete, és ezért a felső 20 cm a legaktívabb. Tehát a cellulóz lebontó aktivitás a felső részben
a legnagyobb. Érdekességként említem meg, hogy amikor szennyezett talajt vizsgáltunk, például az olaszországi Trecate-ban, ahol egy olajkút robbanás után 8 évvel néztük a talajt, akkor ez fordítva is előfordult, tehát a 8 méter mélyen volt a legnagyobb az aktivitás, mert oda folyt le az az olaj rész, és akkor az olajat gyakorlatilag ott a mikroorganizmusok tudták bontani, mi a feltétele, legyen bontható szerves anyag, legyen ott megfelelő víz, nedvesség és oxigén, és akkor a bontás maximális lesz. A cellulóz lebontó aktivitás az egyik talajtulajdonság. A hazai talajinformációs monitoring rendszer, ez a TIMPONT rendszer, ez hazánkban 1200 pontot vizsgál, és ennek egy 30 paraméterre, és ugye 30-ból 3 az, ami biológia, érdekes módon, ugye lehetne több is, de örülünk ennek a háromnak is. Az egyik a cellulóz lebontó aktivitás, a második a légzés, minden élő lény, aki él, az lélegzik, tehát a széndioxid kibocsátás a talajból mérhető, és a harmadik egy enzim aktivitás, ami nagyon kell ahhoz, hogy majd a biokontrollnál is látják, hogy kordában tartson más élő lény. Van még a ásd el a teafilteredet akció is, kétféle teafiltert, ez nemzetközi szabvány, az egész világon ismert, egy zöld teát és egy rojbosz teát lehet leásni, és kiszedni mondjuk 2 hetenként, és visszamérni a tömegét. Tehát megmérem egy mérlegen, hát mondjuk egy kicsit pontosabb mérleg kell hozzá, hogy mennyi a tömege, és megmérem 2 hetenként, hogy mennyi a veszteség. Minél több a veszteség, annál nagyobb a talajbiológiai aktivitás, és ez nemzetközi adatbázisban illeszkedik. Többek között magyarországi pontok is vannak, ahol a ásd el a teafilteredet működik. És az alsó nemű is működik, a talajtani kutató hirdette meg, többek között én is 2 kertemben teszteltem, és csodálkoztam is, mert a 2 kert szerintem azonos volt, és mégis találtam különbséget a lebontást illetően. Az a kukorica azért piros, a kukorica fekete lábúsága, biztos hallottak erről. Kora tavasszal, amikor hideg van, hát mellesleg ez a talaj nem is olyan jó minőségű, hát látjuk rajta a repedést, kiszáradásra hajlamos, szerves anyagban szegény, de kora tavasszal még az élőlények, ugye a mi mérsékelt égövön nem élettek fel, a foszfort nem tudják a növénynek adni, a foszfor felvétel akadályozott, és ezért a kukorica szenvedi ezt a foszfor hiányt. A diákom megvette a foszfor feltáró készítményt, a starter foszfor trágyát, és mondta, hogy nem jött be az ára, mert később nem lett több a termés. Miért lehet ez? Azért lehet nem több a termés, mert van a talajban foszfor oldásra képes mikroorganizmus, csak hideg van neki, és nem tud feléledni. Ez az egyik feltétel, a másik pedig legyen foszfor. Foszfor általában azokban a talajokban megvan, amelyiknek az agyagtartalma is jelentős. Minél több. És ugye a 80-as évek foszfor feltöltési trágyázásaiból még el vagyunk egy darabig foszfor trágya nélkül is, ha hozzáadjuk ezt a foszfor feltáró élőlényt. Később ez a fekete lábúság eltűnik, mert felélednek a talajban lévő élőlények. A kukorica 10 fokot igényel a talajban, a legtöbb hőmérsékleti, és a legtöbb éghajlati mikroorganizmus a mi éghajlatunkon, pedig a leginkább 28 fokon szeret szaporodni. Tehát 10 fok még hideg nekik, de már kezdődik, tavasszal kezdődik egy úgynevezett feléledésük. Hogyan vizsgálom még a talajomat? Hát elég hozzá 3 darab befőttes üveg, és akkor belerakom a talajomat, jól összerázom vízzel, és hagyom 24 órát ülepedni, és megnézem, hogy melyik képet kapom ezek közül. Mert az első képen a homoktalaj, a középső részen a képen a vályogtalaj, és a harmadik a hagyagos talaj. És ha ugye attól függ, hogy milyen a talajom fő típusa, egy homoktalajban viszonylag kevés a szerves anyag, sok a levegő, a víz hamar eltűnik,
Az aerob körülmények között az a kevés szerves anyag is gyorsan felélődik az élőlények által, az agyag talajban meg nagyon tömör, kevés a levegő, ezért az aktivitás akadályozott, ezért a szerves anyag jobban feldúsul benne. Mindig az arany középuta jó, a vályog talajban a legjobb az arány, mert levegő is van a mikroorganizmusoknak, elég szerves anyag is van, és a vizet is jobban megtartja. A művelésmód látszik az alsó képen. Mit gondolnak, melyik a legjobb talaj? Az, amelyik ilyen szép sárga lesz, vagy az, amelyiknél tiszta marad a víz. Ez is egy otthon elvégezhető módszer. Az intenzív művelés, amikor a vassal művelem és forgatom és porozítását elveszti, és a szerkezetét elveszti, az lesz a jobb oldali. Ha beleteszem egy ilyen függöny darabbal, egy ilyen vízzel elárasztott edénybe, az rögtön el is iszapolódik, az eredeti szerkezete szétmállik, amelyiknek pedig stabil a szerkezete, ott vannak az élőlények, a mikroorganizmusok, összeragasztanak, összefűznek, az nem fog a vízzel szétiszapolódni. Ha jön egy eső, nem tömődik el, és nem lesz a teteje olyan repedezett, mint az előbb a kukoricánál. A felső sorban pedig a nematódák, a fonálférgek vannak, a nematódák, amelyektől félni szoktunk a talajokon, és az egyik gyakori növényvédőszer a nematicid, amivel meg akarom ölni, elpusztítani ezeket a fonálférgeket. Arra hívom fel a figyelmet, hogy ötféle típus van, és az ötféle típus közül csak a középső az, amelyik a növényemre káros, mert annak van egy ilyen szuronya, ami kiölt, akkor azzal kiszívja a növényi gyökeremnek a medvét. Az összes többi hasznos, illetve minden élőlény hasznos, jótékonynak mondjuk, jótékony, mert az első például a baktériumokat eszi meg, el tudja nyerni. Ha 6 darab baktériumot elnyel, akkor csak egynek a termékét használja fel, 5-nek a nitrogénjét vissza megy a környezetbe. Tehát gyakorlatilag a műtrágya helyettesítő eszköz. A predátorok, amelyek a saját fajtásaikat is elfogyasztják, ezzel a tápanyag körforgáshoz járulnak hozzá. Tehát vannak eszközök a kezünkben. Úgy kell elképzelni a talajnak a szerkezetét, mintha a homokon hordó lenne, az iszap az tányérokból állna, és az agyag az meg mintha pénzérmék lennének. Képzeljék el, hogyha a hordókat akármilyen módon akarom összenyomni, jó, persze nem nagy erővel, hogy széttörjön, hanem próbálom tömöríteni, akkor is a hordók között elég víz marad, meg elég hézag ahhoz, hogy a vizet is gyorsan elvezesse. A tányér egymásba tud tapadni, belsejében lehetnek víz meg levegő, de egymásba tapad. Az agyag viszont, mint a pénzérme, ha összeragadnak, akkor olyan erős köztük az összetapadó erő, hogy utána ezek a pénzérme rólni csak hasadni tudnak, és ezek az agyag talajok aztán ilyen repedezett témának, ami aztán még inkább elvezeti a vizet a talajból. Tehát ezeket ismerni kell, és ha talajunkat megvizsgáltuk, akkor már is tudjuk, hogy mire számítsunk. Ugye a talajban nem csak baktériumok vannak, tehát a talajoltók, azok általában baktérium vagy gomba élőlények. De látjuk, hogy különféle, ugye kedvenc kérdésem, ki mit teszik a talajban, aki él és mozog, annak kell tápanyag, víz és levegő. Az összes élőlény úgy szerzi meg ezeket, ahogy genetikai tulajdonságai engedik, és ahogy a környezethez megpróbál igazodni. A bizonyos nematódák, vagyis a fonálférgek, az fedezhető fel, hogy 3 helyen is ott vannak. Tehát a második táplálékszintben, a harmadikban és a negyedikben is találunk ilyen fonálférgeket. Tehát hozzájárulnak ehhez a tápanyag feltárolódáshoz, a biokémiai körfolyamathoz. Ha a talajban ez a teljes táplálékháló megvan, akkor azt mondjuk, hogy működőképes. De ha kinyírunk egyet, vagy megszünteti az ember valamelyiket, akkor az egész összeomlik, és nem biztos, hogy az pótlódik a talajban, és egyre kevesebb funkciót. Minél
szerteágazóbb ez, annál több funkcióra képes a talaj, és úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokra is, tehát nagyon fontos, hogy ezekre odafigyeljünk. Megismerjük-e vajon ezeket a talajban található élőlényeket. Kedvencem ez a kis púzáró papucs állatka, mert mikor megkaptam 10 évesen az első mikroszkópumot, akkor ilyen szénaázalékot készítettem, és ilyen papucsállatkákat nézegettem a legelső mikroszkópommal. És hát mit csinál a papucsállatka? Baktériumokat fogyaszt, és ha baktériumokat, a mellette lévő pseudomonász baktériumot, ugye aránytalan a kép, mert az sokkal kisebb, az 5 mikronos, ez meg 15-20 mikron nagyságú, akkor feltárolnak annak a tápanyagai, és ki kell emelni itt az ugróvillásokat, a harmadik képe, a kollembola, ami terjeszti azt a mikorriza gombát, ami lent található, azzal, hogy táplálkozik vele, egyrészt terjeszti, a mikorriza az olyan a növénynek, hogy meghatározza az egész életét a növénynek, és a növény, mint diriges, az tudja bevonni ezt a gombát, vagy nem, ahhoz, hogy segítsen. Miért kell a mikorriza? Látjuk, meddig tart a gyökér. És ahhoz képest nem tud a növény arrébb menni, hogy most vásárolok a boltban tápanyagot, ezért a mikorriza gomba tárja fel még messzebbről a talaj felvehető tápanyagait. Lényegesen nagyobb területet tud így a növény feltárni és hozzájutni a tápanyagokhoz. Tehát ezekre szükség van a rendszerben. Mit mutat a gyökér? Hát figyeljünk! Nézzük meg a talajomból a gyökereket, hogy mit mutatnak. Az első képen mit látunk vajon? Jó, megtrágyáztam a tetejét. Bekevertem, vagy rotáltam egy csomó műtrágyát, és majd borond lesz még a főgyökerre rendelkező növény is lentebb gyökeret hozni. Miért, ha fent ott van? A alsó képen a gyökér azért hajlik el, mert lefelé beleütközött valamilyen rögben, amit nem tudott átjárni ez a szegény retek, és el kellett neki térni. Tehát a gyökerek mutatnak, a felső képen szabályosan tud nőni. És például, ha van egy eketalp réteg, akkor a gyökér oldal irányba tud eltérni. A gyökerek azok rendkívül fontosak, sokféle van, van amelyik mélyebbre tud menni, van amelyik boltos gyökerű, és a gyökerekkel kezdi a talaj élet az első akcióját. Egy azospirillum baktérium például sokkal boltosabb gyökeret hoz létre. Miért kell ez egy baktériumnak? Ha több a gyökér, akkor több lesz a gyökér exudátum, vagyis az a válogék, amit a növény kiválaszt, hogy ő táplálékhoz jusson. Ha több a gyökér, a növénynek is jó, több lesz a felvett víz, és a vízben oldott tápanyag. Tehát egymásra pozitívan hatnak, barter ügylet, az egyik segíti a másikat, a másik az egyiket a tulajdonságai szerint. Kérdésem, most akkor mi van ezzel a talajjal? Egészséges ez a talaj, vagy nem egészséges ez a talaj? Na, melyik az egészségesebb? Ha már, mert egyáltalán nem egészséges, látjuk a színéről. Nincs benne elég szerves anyag. Ez egy kizsarolt talaj, humusz hiányos nagyon. De ugye az intenzív művelés, a műtrágyák azt tették lehetővé, hogy mint egy támasztó közeg a talaj, és ha nincs benne szerves anyag, akkor adjuk műtrágyát, és akkor lehet rajta növényt termeszteni. Tehát nem kell. A talaj biológiai életereje innen hiányzik. De miért jobb ez a sor? Azért valószínű, mert a mikorriza gombát a hozzáadja, és a mikorriza gomba az a élőlény, ami viszi a spórájában a segítőket, úgynevezett helper baktériumokat. Egy mikorriza spórában akár 200 is lehet. Olyan, mint egy udvartartás, viszi magával a kis inasokat, akik ellátják a királyt, vagy a főbb a növényt. Tehát a gomba gondoskodik róla, hogy neki legyenek ott a jótékony szervezetek. És itt a növény jobban is érzi magát. Az már más kérdés, hogy ezt a talajt, ha én akarok alkalmazni ilyen, ugye mi ökológiai gondolkozással, azt mondjuk, hogy előbb a talajt táplál, ne a növényt. Tehát a talajt kellene úgy feljavítani,
szerves anyagbevitellel, takarónövényekkel, visszaforgatásával, hogy ez a talaj megint életerőre keljen. De hát elég nehéz, mert a humusz az 1000 évig termelődik 1 cm. És az ember az intenzív műtrágyázással 15-20 év alatt elrombolja ezt. Talajművelésnek mondjuk. Az én szabolcsi kertünkben, vagyis nem az én, az édesapám kertjében 1,5%-os volt a humusz Szabolcsban, 12 aranykoronás föld. Most, ha hazamegyek, 0,8%. Ezt én nem művelésnek hívom, inkább talajdegradációnak, ugye, de talajrombolásnak, vagy talajrontásnak. Tehát a szavunkra, a szavunknak a jelentésére is figyelni kellene. Igen, akkor ezt most egyenként. Tehát, hogy mi vezet a talajegészséghez? Ugye tudjuk, nagyon sok ilyen útja van, itt azért felsoroltam, tehát nem kellene zavarni a talajt, mert kialakul egy rendszer, a talaj élőlények úgy foglalnak ebben a talajban helyet, amilyen az igényük. Például az Aspergillus baktérium, amit ki szoktunk vinni, mert a braziliai cerrado talajon műtrágya nélkül is terem a cukornát, ezért itthon is alkalmazunk, annak 5% az oxigén igénye. Tehát mélyre megy, mert nem kell neki sok. Ráadásul a nitrogénkötők nagyon oxigénérzékenyek. Ezeket úgy is izoláljuk, hogy milyen mélyre megy a táptalajban, mennyi az oxigén igénye. Tehát nem kellene zavarni ezt a rendszert, mert ha felbolygatom, hosszú időben telik, mire megint visszaáll az adott helyre igazított rend. Diverzitás. Ugye mi most itt vagyunk emberek, egyfajta ember típus, de mégis sokfélék. Van aki, ha ki akarunk csalogatni itt az ajtón, akkor különféle szempontjai vannak, hogy az ereje más, a hozzáállása. Tehát a diverzitás azért kell egy fajon belül is, mert ha jön egy olyan környezeti körülmény, felszoktam rajzolni a táblára különféle hosszúságú embereket, meg egy adott méretű ajtót, és feltételezzük, hogy ezek az emberek nem tudnak meghajolni, hogy átférjenek alatta. Nyilván, ha jön egy nagyobb méretű környezeti stressz, akkor csak az tud azon átférni, amelyik ennek megfelel. A diverzitás azért kell, mert egymás között a feladatok feloszthatók, és így nem megy tönkre a rendszer, nem lesz visszafordíthatatlan következmény. Élő gyökerek. Hát a gyökerek a legnagyobb oltóanyagok. Azok viszik magukkal a talajban lévő élőlényeket. A szerves anyagokra nagyon meg kell becsülni, visszaforgatni, meg mindig fedett legyen a talaj, olyan, mint hogy kabátot vegyen fel, ne tűnjön el. Ugye nagyon nehéz, mert azt mondják, hogy ha mulcsot hagyok, akkor ott lesznek a fuzárium gombák a mulcsban. Hát nem azt mondjuk, hogy áll, tehát hogy a mulcsnak a szerepe a talajvíznek a megőrzése. Egy száraz nyári időszakban kincset él. Ha meg jön az esős időszak, akkor él kincset, ha a talajba ezek a szerves anyagok bekerülhetnek. Tehát az igen, de feladatokat azért látni kell, és nem lehet csak igen, csak fehér, vagy csak fekete valami, hanem igazolni kell a körülményhez. Tehát a talajt rendszeresen ellenőrizni kell, ott kell lenni benne, és figyelni erre. Igen, a vetésforgó, ugye a diverzitás. Itt egy vetésforgó van, ahogy a növények váltják egymást, ugye manapság már nem figyelünk oda kellően a vetésforgóra, 4 főnövényt alkalmazunk, most hallom, hogy az Ajöbben is elfogadták, hogy a kukorica egymás után 3 vagy 4 évig is lehessen. Hát az akkor mennyi vegyszert kell majd erre kiszórni, hogy a kukorica kártevők vagy kórokozók ott akkor megszűnjenek. A diverzitás azért kell, mert a táplálékhoz függ, tápláléktól függenek az élőlények. Én is például, ha hozzászokok ahhoz, hogy ebben a talajban mindig ott lesz a finom ennivaló, ugye minden növény másféle tápanyagot választ ki, szelekción megy át a rendszer. Ha minden évben ugyanaz van, akkor felszaporítom ezeket a kórokozókat, amelyek azt kedvelik. Ha megváltoztatom, akkor az, aki hozzászokott az előzőhöz, nem tud túlélni. Tehát
Tehát mindenképpen kell a vetésforgó, és erre, ha engem kérdeznének, ez a három egymás utáni év már az is kritikus. Tehát a kukorica után nem lenne szabad ugyancsak kukoricát vetni. És ugye látszik, hogy a komposzt, tehát a szerves anyagok feketével jelöltem, hogy mikor kap trágyát, szerves anyagot, kiegészítő szerves trágyázást, és jelölve vannak azok is, amikor a biológiai nitrogénkötés, a mikrobiális oltóanyagok nem visznek be plusz anyagot a talajba, kivéve a nitrogénkötőket. Azt hasznosítják, ami a talajban van. A nitrogénkötők az egyetlen, aki a levegőben lévő 79%-ban itt felöttünk lévő inert nitrogént hasznosítani tudják. És ezzel műtrágyapótlás következik be. Sokféle a rendszer. Ezért nem vették bele még a biológiai tulajdonságokat, mert az az általános nézet a szakmában, hogy az változik. Persze, ha megnézem, hogy mennyi a talajban a trágya, vagyis mennyi a nitrogén, mennyi a foszfor, az alapján el tudom dönteni, hogy mennyi a növény igénye, és ha azt hozzáadom a talajhoz, akkor már is meg lesz a termésem. A biológia viszont sokféle, de ahányféle és annyiféle élőlény, annyiféle stratégia, annyiféle segítséget jelenthet a növénynek, és ez a szerepe a patogénekkel való kontrollnak is. És hát a szennyezőket is ezek az élőlények képesek lebontani. És eszközkezünkben a genotípus. Tehát én szeretném még megérni azt, hogy jönnek, ugye tele van a reklámmal a net, hogy milyen kukorica hibridet vegyél, egyik cég, másik cégeket nem említek, mindenki állítja, hogy ez a szárazságtűrő, azt vegyed ezt. Egy senkiről, vagy legalábbis nem tudok olyat, de örülnék, ha megkeresnél a kutatást, aki megnézi, hogy az a bizonyos hibrid azért szárazságtűrő, mert a talajban mondjuk együtt működik ott egy mikorriza gombával. Ugye szokták mérni a NUE, a nutrient hasznosítási, vagyis a tápanyag hasznosítási képességet, szokták nézni a víz hasznosítási képességet, ezek még csak-csak előfordulnak, de hogy ebben a növény mikróba kapcsolat hogyan alakul, az ritkán ismert. Nincsenek rá tanulmányok, nem érdekes. Az az érdekes, hogy megvegye a gazda és legyen belőle bevétel, és hát genetikailag azért valamilyen szinten vizsgálják. Hogyan onnan tudjuk, hogy javul ez az egészség? Tehát ugye részben már említettük a morzsa állékonyság, hogy hogyan vizsgálom a talajomnak ezt a stabil morzsa, legszebb magyar szó szerintem morzsa állékonyság, ugye mondjuk, hogy agregátum stabilitás, szóval kerülni kell a nemzetközi idegen szavakat. Szóval morzsalékos legyen a talajunk. A vizet is ellenőrizhetjük, hogy hogyan szivárom be a talajba. Erre is van egy módszer, hogy megnézem, hogy milyen hamar nyeri el, vagy lesz-e ott belvíz, megáll a víz, nem tud elszivárogni. Mennyi a szerves anyag, és nem csak a mennyiség, hogy x százalék a humusz, hanem annak a minősége is. Tehát ez egy külön előadást érdemel, hogy milyen a szerves anyagnak a minősége, hogy táphumusz vagy szerkezeti humusz. Attól függ, hogy kötött a talajon, levegőt le, akkor abban inkább a szerkezeti humusz anyagok kerüljenek be. Nehogy eladja a szalmát az, akinek ilyen anyagos a talaja, mert az oda létszükséglet. Milyenek a növények, ugye mutattam rá példát, és hát milyen talajélőlények hiányoznak, vagy vannak jelen. A Agronaplóban volt egy ilyen, hogy talajegyetem sorozat, ott három ilyen előadásban, ha rákeresnek, hogy Agronapló talajegyetem és talajbiológia, akkor táblázat is van rá, hogy a talajegészségnek a mérése az milyen eszközökkel, vagy hogyan javasolható. A jobb, hát egy ragasztógyár lenne a talaj. Hogyan tudjuk ezt előmozdítani? Hát a baktérium nem tud kabátot fölvenni, de az 5 mikronos nagyságú kis test az nyálka anyagot, cukoranyagot, poliszaharidot választ ki, hogy ne száradjon ki. Mert ugye a nanotechnológiát is ismerjük, minél kisebb a test tömege, relatív annál nagyobb a felülete. Tehát a baktériumok legnagyobb ellensége a kiszáradás. Ezért ragasztóanyagot választ ki. Ezek a ragasztóanyagok összeragasztják a szemcséket, a gombafonalak pedig összefűzik, mint egy kis cénácska, ettől lesz stabil az a rög. És hát
jól táplált legyen a baktérium, meg a mikróba, az pedig akkor van, ha szerves anyagot kap a talaj, és akkor látható, hogy már a palánta korban, ami ugye a paradicsomnál, a paradicsom rendkívül jól reagál az oltásra, mert kétszer is megkaphatja, egyrészt amikor palánta korban van, utána pedig amikor kiültetjük, tehát egész jó reakciót tud mutatni az oltásokra. A termésnövelőnek nevezzük ezeket az oltóanyagokat. Készítmény. Termésnövelő készítmény. Egyik szót sem szeretem, mert egy ez nem készítmény, hanem egy fermentum, egy felszaporított mikróba tömeg. Másrészt pedig nem is termésnövelő, így nevezik, vagy baktérium tárgya a közismert neve. Az sem jó, mert vagy baktérium, vagy gomba, vagy alga. Tehát az inkább biotrágya, de az megint egy kicsit ugye félre visz, mert egyrészt a fertilizer, a biofertilizer szóból lett fordítva, az angolban azt jelenti, hogy műtrágyát pótló biológiai megoldás. És nem trágya, mert a trágya angolul manure. Nálunk az állati trágya, meg a műtrágya az mind trágya, tehát azt gondolja a gazda, hogy, és erre példákat is tudok, mert felhívott, panaszkodott az egyik gazda, hogy ő gyümölcsfákat akar telepíteni, és a műtrágya helyett baktérium trágyát tett. Trágya, ez volt olcsó, mert ez 5000, a műtrágya meg 25000 lett volna. És nem sikerült a telepítés, mert kicsit sok lett a baktérium, meg azt sem tudta, mit tett oda. Na most élő lényekkel dolgozunk. A baktérium trágya, az baktérium élő, bevitt élőlény tömeg. A növénynek erősnek kell lenni ahhoz, hogy táplálni tudja, ki mit teszik a talajban. A baktérium tárgyának szerves anyag kell. Kész szerves anyag. Heterotróf szervezet. Magyarul elszedi a növénytől, amit az a gyökér kibocsát. Elszedi a növénytől. Ha a növénynek van, akkor ebből a napi adagjából 20%-ot, vagy hát egy zsömlényit, ugye öten vagyunk a családban, mindenki kap egy zsömlét, ez egészen normális dolog, mert azzal meg vagyunk. De ha csak 3 zsömléje van az anyukának, akkor hogy tudja adni egy zsömlét a baktériumnak? És ha a baktérium agresszív, mert mit tudom én, a gyerek azt mondja, anyu, te inkább éhezzél, éhezek. Most én akarok enni, akkor az anyuka éhezik, a fácska tönkre megy, a baktérium meg felszaporodott, de hát azt nem akarta volna a gazda, hogy pont a fácska rovására. Tehát a kritikus tömeg, ez jelenleg is erősen kutatott szakma, hogy mennyit vigye ki, mennyi az, ami oda kell, de azt sem tudjuk, hogy mihez képest. Tehát add ki 1 liter, 10 liter, 20 liter, kinek hogy fog a ceruzája, meg mennyire akar meggazdagodni, mondjuk. Mert van, aki azt mondja, hogy 30 liter, 20 liter, de anélkül mennek ezek a liter megjelölések, hogy nincsen, nem tudjuk, hogy egyrészt mennyi van a talajban, mennyi lehet az igénye annak a növénynek asszimilátumhoz képest, mert a napsütést energiáját hasznosítja. És ugye majd akarok beszélni a negatívumokról is, a szőlőtelepítés az jelenleg is egy rossz technológia. Miért? Van egy kis vesszőm, amin növény még levél nincs. A kis vesszőmet bemártunk agyagba, amiben már ott van az a baktérium, az a gomba, a mikoriza gomba, ami rögtön követeli a tápanyagot, mert neki szerves anyag kell. A növény meg még alig bír kihajtani, levele is alig. Nem tud adni eleget, illetve elszedi tőle a gomba, ha akar adni, hanem. Legalább egy év kell, mire az a szőlőhelyre jön, kiheveli, hogy jövőre már akkor tudjon adni eleget, és akkor tudja táplálni ezt a... Hogy kellene telepíteni? Előbb adok a növénynek egy kis tápanyagot. Hadd éledjen fel, hadd tudja hasznosítani a szervetlen anyagokat és a napfény. Utána jöhet? Nem mindegy, hogy 10 éves gyereknek lesz gyereke, vagy a 25 évesnek, akinek már lakása is van, meg életfeltétele. Tehát egyszerűen élő lények működnek együtt. Ezt figyelembe kell venni, és azoknak az igényét. Tehát kereskedelmi céllal előállított
termékek, ipari termékek, amelyek vagy a növények tápanyagellátását, vagy a talajok tápanyag szolgáltató képességét hivatottak javítani. Nincs is ezzel semmi gond. Milyen szerepük van? Ugye lehet ez a tápanyag szolgáltató képesség, termésnövelőnek mondjuk, de hát az angol az azt mondja, hogy plant strengthening product, növény erősítő termék. Hát arról beszélhetnénk, hogy a növény erősítés termésnövelése nem biztos, ugyanis. Mert én lehetek erős, de nem biztos, hogy termékeny vagyok. Tehát a növény erősítés az nem biztos, hogy termésnövelés, de rosszul lett fordítva magyarul, tehát termésnövelő, ez volt a lényeg, hogy a gazda azt higgye, hogy termésnövelés, vegyük meg. Tehát szerintem egy rossz fordítás eredményeként lett belőle termésnövelő. Az egy más kérdés, hogy jelen esetben sokszor ezt teljesíti. De a saját csapdánkba is estünk, mert nem csak termésnövel, hanem védi is a növényt. Hát ha én erősebb vagyok, mint növény, akkor visszaütöm a támadót, akkor lesz nekem egy erőm, amellyel tudok védekezni. A talajoknak újabban, ugye a talajorvoslás, talajgyógyászat szerintem létezhetne ilyen, és most akik itt ülnek, azt gondolom, hogy ezért küzdjünk a továbbiakban, talajgyógyászat. Miért nem terjedt még el, hogy talajgyógyászat, vagy talajorvoslás? Mert a remediáció az ismert. A remediációt az ipar, a szennyezett ipar már leütötte. Remediál, vagyis visszagyógyít, ha szennyezett a talaj. De nem csak azt a talajt kell gyógyítani, ami szennyezett. Hát a regeneratív az a következő, ami nem szeretek kifejezést, regeneratív mezőgazdaság. Én azt gondolom, hogy ott erősíteni kell a talajt, de lehet, hogy az a talajban is lehetnek szennyezők. Tehát én azt gondolom, hogy kellene egy talajgyógyászati szemlélet, és akkor az szerint dönt, hogy szennyezés irányba megyek el, és azért gyógyítom meg, és az már nem egy... Tehát ahogy az EU-ban részt vettünk, azt mondtuk, szennyezett, az már nem egészséges. Ha nem szennyezett, csak gyenge, lepusztult, vagy valamilyen miatt fizikailag, kémiailag ártó, vagyis gyenge, akkor ez az irány megy. Tehát szerintem lehetne egy égi szaválhozni, ehhez azért a lépéseket előbb meg kell tenni. Talajjavító hatás, pont ez a szerkezetjavítás, amiről már többet is beszéltem. Tehát ez a három funkció megvan. Termésnövelő, itt ki kell emelni, ugye a műtrágyák is beletartoznak, meg az ásványi természetes tárgyak, például a bentonit, az alginit, amely olyan talajjavító, ami a talajnak a fizikai szerkezetét elsődlegesen javítja. A szerves anyag állati tárgyak hiányában beszélhetünk a komposztokról, vagy a fermentumokról. Mi a különbség? A komposztálás az egy levegős folyamat, korhadás, korhany keletkezik. A fermentálás, a biogáz kinyerés mellékterméke, az pedig levegőtlen körülményeket igényel, de ott is marad vissza szerves anyag, amit aztán a talajba vissza lehet tenni. Giliszta humusz, ugye beszéltünk a humuszról, az a legjobb táphumusz, amivel aztán a talaj szerves anyag tartalmát és a felvehető tápanyagokat, mivel pótoljuk a műtrágyák? Hát giliszta humusszal. Abban a giliszta az enzimes szervezetében átalakítja a szerves anyagokat, feltárt szerves anyagok lesznek, labilis szén és felvehető foszfor. És a mikrobiológiai készítmények, amelyek ugye beszéltünk róla, hogy baktériumokat. Az algát, a biostimulátor ipar az most intenzíven terjed. Miért? Az idén megtapasztaltuk a szárazságot. Mit tehet a gazda, ha véletlenül nem figyelt oda a talajra, de bejön egy ilyen környezeti kritikus helyzet? Hát az algák, mint kis növények, könnyen felszaporíthatók, nem kell neki gyökeret is létrehozni, könnyen felszaporíthatók, és ha ezzel a növény levelét, hajtását kezeljük, akkor kapott már is egy
tápanyag segítséget, egy víz segítséget a növény, ami a levélen keresztül, a gáztyele nyílásokon keresztül felvehető. Tehát a legtöbb biostimulátor az az algának az uzaléka, vagy az alga oldat, amit kiszoktak permetezni a növényre, ha közben jön ez a szárazság, környezeti stressz. De hát nagyon sok egyéb anyag is van, élettani anyag, aminósavakat is terjed, huminsavakat, fulvósavakat, tehát nagyon sok eszköz van, és lassan már ezek fogják uralni a piacot. Évi 12%-ban növekszik az EU-ban a biostimulátor, vagyis a biotrágya hatás, háromféle, a kontrollhoz képest háromféle mikróbát teszteltünk paradicsomon, mindegyik nagyobb termést hozott, de látni kell, hogy ahány élőlény, annyiféle, tehát egységesen akarjuk kezelni, de a trihoderma gomba, ami a B1, az inkább egy gombának, farkas erőmű beszélek, inkább növényvédő hatású, a pseudomonász az inkább a vasfelvételt segíti, a bacillus pedig a foszfor felvételért felel. És azt várták el, hogy mindegyik a termés növelje azonos mértékben. Hát ahány élőlény, annyiféle hatás. És nem csak a mennyiség. Ezek azt mutatják, hogy a kontrollhoz képest mindegyik oszlop magasabb. Magyarul mindegyik kezelésnél jobb volt a paradicsom íze. Olyan ír, hogy nálunk volt a konferencia, és megkínáltam a vendégeket ketchuppal és paradicsom ételekkel, és kérték a receptet is. Mondtam, a recept a talajban van. Honnan jön az a bizonyos ízletes paradicsom, amit fel kellett használni hozzá? Mert jobb lett az íze, a Brix értéke, a cukorfoka. És nem azt nézte az eredeti projekt. Úgyhogy a cseh kollega mutatta, hogy jé, a 16 partner közül valaki a minőséget is figyeli. Hát ez a csodálatos világ. Nagyon szeretem ezeket látni. Így szedjük elő a jó katonákat. A felső képen a foszforoldó meg a kálciumoldó képesség, tehát az a baktérium, amely körül nagyobb ez az üres rész, az fel tudja tárni a talajból a foszfort, a kálcium-foszfát anyagot, de a foszfort tudja a növénynek mobilizálni. A kitináz, a cselebogának a kitin páncélja is el tud bontódni, ha az a baktérium kerül a közelébe. A sárga szín az azt jelenti, hogy a vasat meg tudja kötni. Érdekes módon a talajban a vas, a követ, ugye melyik a két kritikus elem, az egyik a foszfor, mert kiörökszik, ugye hozzá tapad az organikus anyagokhoz, a másik a vas, nehezen jutnak hozzá. És ha az a baktérium képes, minél nagyobb a sárga, annál inkább képes a vasat magához kötni, akkor már a forrokozó gombának, mire oda megy, már nincsen, nem tud szaporodni, mert neki is kellene. Tehát a növény, vagyis a kórokozó gomba elől elszedi ezt a vasat, tehát ilyen módon segíti a növény növekedést. És hát a biokontroll hatás, hogy a fuzárium gomba bizony nem tudott nőni, ahol ott van egy ilyen baktérium. És a hormonképesség, látjuk, hogy már a kis növénynek a gyökere, mennyivel jobb lesz, ha ott van a baktérium, ami kiválasztja ezt a hormonanyagot. Ezeket szoktuk fülön csípni, és visszavinni a talajba, hogy működjön. De hogy mennyire nem mindegy, hogy melyiket. A felső sorban kétféle fuzárium gomba van. Egyik is egy típus, a másik is egy típus faj. Alul két-két pseudomonász baktérium. A bal oldali is az egy éruginóza, ami ráadásul potenciális pórokozó az emberi szervezetre, a jobb oldal pedig egy fluoreszcens, amelyet gyakran alkalmaznak. Az egyik gombával nem bír annyira, mint a másikkal. Tehát szkanderezés van, ki az erősebb. Ki kell választanunk azt, amelyik az adott gombával, a dolog szépsége, hogy a bűvész dolog az benne, hogy a baktériumok azért képesek változni az anyagcseréjükkel, és lehet, hogy mire az egyik gombára
kiterjésztek egyet, lehet, hogy a másikra már nem fog úgy hatni. Ez egy kicsit a hátránya is az oltásoknak, mert nem tudjuk, hogy ki ellen, vagy kinek az érdekében, és mi lesz a következő. Hát a Covid-nál is láttuk újabb variáns, ja, hát a mikroorganizmusokkal nem tud kicseszni az ember. Azok öntörvényűen a környezethez igazodnak, nem a mi igényeink szerint. Hatásmechanizmusok, hát ez csak röviden, de látható az antagonizmus, ami azt jelenti, hogy villával, biocid, megöllek, nem minden. A kompetíció, hát ott van, mint egy kis koldus a másik élőlény, de nem adok neki, mert én jól élek, és nincs jó szívem. Az antibiózis pedig biztos, hogy távol tartalak meg minden, ugye a sprével, és a parazitizmus meg biztos, hogy bekövelezem, mert ne legyél. Tehát ezek direkt és indirekt hatások is, amelyeket ki tudunk használni a szakmában, és hát sokszor a tápanyag feltárás az a közvetlen hatás, az indirekt közvetett hatás. Hát ez a táblázat nem nagyon látszik, de majd letölthetik. Kigyűjtöttem nagyon sok terméket, hát némelyik ugye a sárga az már Magyarországon is van, ez a CONI, a Coniotirium initans, ami itthon is hozzáférhető. Hát trihoderma termékek, nagyon sokban szinte trihoderma létezik, meg hát az apatogén fuzáriumot is fel tudják használni, de a trihoderma gomba az egyik olyan, amelyet szinte mindegyik termék világszinten alkalmazza. És hát hogyan működik ez? Úgy, hogy a talajba kerülve a másik gomba ellen, vagyis a kórokozó gombák ellen képes kifejteni a hatását, mert ő olyan enzimet termel, amivel gyakorlatilag egy ilyen lukat tud ütni a kórokozó gombának a falán, és ilyen módon kiszívja annak a belsejét, tehát gyakorlatilag ő fog győzni. Sokféle trihoderma faj létezik, az Asperellum, az Avirida, Atrovirida, Harcianum, és akkor széles spektrumú kontroll, mert az alternatíviától kezdve a rizoktónián, pitián, pitiumon keresztül használható. És hát látható a laboratóriumban, amikor ezeket fülön csipjük, hogy bizony a zöld az a bizonyos trihoderma gomba, és a botrytiszt is, meg a fuzáriumot is a felső sorban nincsen ott tud nőni, az alsó sorban, ha összeadjuk őket, akkor bizony távol tartja, és hát az ilyen, mint a napraforgónak a szklerotiniás fertőzése ellen is bevethető. Tehát itt mutatja az indukált szisztémás rezisztenciát, ez azt akarja jelenteni, hogy nagyon sok esetben a növény úgy veszi, mintha jönne az a kórokozó, aki jótékony, megijed. Tehát mit tudom én, bezárok ajtót, ablakot, jön az ellenség, megijedek, holott ez nem ellenség volt, hanem kopogtat egy jó hiszem valaki, hogy hadd jöjjön be. De a növény addigra már felvértezte magát, megalkotta azokat az anyagokat, amelyekkel az ellenséget ki tudja ütni. Tehát előimmunizálja magát a rendszer, erre is jó a dolog. És hát itt látható, hogy bizony azok a lukak, azok megmaradnak, és hát például a fahéj sárgulása a fenyőnek is karbantartható ezzel a módszerrel. A Coniotirium militans, ez egy másik gomba, conidiumos gomba, amely szintén látható, hogy a tagetes növényeknél mennyire jó, vagy az uborkánál is bevethető. És ez már hazai termék. És hogy működik? A felső sorban az egyik a kontroll, a másik a mikorriza oltott, alul a fuzánium fertőzött, és jobb oldalon, amikor mind a kettő ott van. Hát egy kicsit nem annyira virulékony az a növény, de mégsem ölte meg. Tehát mégiscsak van egy díszítő értéke, ha időben ezt így együtt oltással megoldják, és látható, hogy ott fönt is a mikorriza növény az még él. És hát a baktériumok, itt az egyik, amit meg kell jegyeznünk, az a bacillus
Ugye a legtöbb termékben bacillus van. A bacillus azért kiemelendő, mert egy spórás baktérium. A spórának az a szerepe, hogyha jön a rossz környezeti körülmény, sok lesz az eső, hideg lesz, szárazság lesz, akkor visszavonul ez a baktérium, de ha megint jó, akkor hát ő túlél. A többi vegetatív sejt, amit alkalmaznak, és nem spórás, az pedig elpusztulhat a talajban. Tehát jelenleg a bacilluszok száma olyan intenzíven emelkedik, mint a gombánál a trihoderma. Mit csinál a pseudomonász például? Ugye itt van, ha sok a talajban, vagy kevés a talajban a vas, akkor nagy lesz ez a luk, vagyis nagy lesz a kioltási zóna, ha pedig van felvehető vas, akkor nem. Okszerűség. Tehát akkor működik, ha szükség van rá, és ilyen szép sárga lesz a krómazinolt áttalajon. Tehát tudjuk ezt figyelni, hogy milyen képessége van. És hát ez a kedvenc becsapós kérdésem a diákjaimnál, a Streptomyces, a mikostop, még a neve is az, hogy mikostop, tehát gombát, gombaként állítom meg a kórokozót, és ez az érdekes eset, hogy sugárgombának gondoltuk azt a baktériumot, ami aktinobaktérium. Miért? Mert látszanak a fonalak, ez az együttműködő baktérium. Gyerekkorunk ez játéka, az agykirály katonát. Tehát összekapaszkodik, mert ha ott van tápanyag, akkor át tudja adni amannak. Tehát az aktinobaktériumok, azok hihetetlenül együttműködnek, és ilyen módon nagyon tudják kontrollat tartani. Ha talaj egészségről van szó, aktinobaktériumok nélkül nem létezik. Egyébként az antibiotikumokat is ezekből nyerjük. Az embergyógyászat nem létezne, ha nincsenek meg ezek az úgynevezett sugárgombák. És látjuk, hogy ha odarakjuk a petri csészébe, bizony nem tud nőni az a kórokozó gomba, tehát nem gomba, hanem baktérium, de ez is képes biokontroll hatásra. És mi történik, ha a paradicsomra oltjuk, például a trihoderma, ami növény, vagyis biokontroll, akkor itt a két piros nyillal jelöltet kell, hogy volt egy német oltóanyagunk, meg egy hazai, és négy paradicsommal kevesebb lett az, amelyik nem volt piacképes, tehát csökkent a fertőzött növényeknek vagy bogyóknak a száma. És egyformán jól működött a hazai meg a német oltóanyag is, hogy egy kis nacionalizmust is belevigyek. Tehát van egy ilyen elmélet, hogy mindegyik egyformán jó. És van egy másik elmélet, hogy az adott talajhoz szokott katona azért jobb lesz. A kettő, hol az egyik működik, hol a másik, mi ebben az esetben igazoltuk, hogy mindegyik ugyanolyan jó, tehát a magyar oltóanyag is legalább annyira megfelel. De sokszor igaz ez is, hogy az adott talajhoz adaptált, hozzászokott katonát kell fülöncsítni. Ez különösen a szennyezett talajoknál igaz. Annak hosszú ideig alkalmazkodni kell. Sokszor már olyan alkalmazkodást követel tőle, hogy megváltozik. Például, ugye kedvenc példám, hogyha minden nap kapok egy kis pici pofont az arcomra, idővel vastag bőr lesz, és ha utána jön a nagyobb, az 1000 mg cink, akkor is én azt kibírom. De ugyanez, ezek a baktériumok, amelyek kibírják ezt a sok-sok pofont, mert nagyon nagy a cinktartalom, a nehézfém, akkor 40%-os szaporodásra lesznek képesek. Magyarul minek én lakit folyton pofozom. Elveszíti az élet elejét, a vitalitását. De csak ezek vihetők vissza abba a talajba, hogy valamilyen szinten még visszavigyen a talaj működő képességét. A bioszén a kedvenc témám, mert a mezőgazdaság csoda fegyvere, mert az a brazíliai terraplett a talaj, ami csodákra járnak, hogy az egy fekete föld és milyen termékeny. Csak nálunk a nyári szárazságban, ha én oda viszem a bioszenet és elfelejtek öntözni, akkor a bioszén magához szedi azt a tápanyagot is, ami kevés még a növénynek lenne. Tehát tudással kell használni. Lehet csoda fegyver, mert északon, Norvégiában egy sávval följebb is tudnak kukoricát termeszteni, mert ha feketére teszi a talajt a bioszén, akkor a napsugarakat befogja, melegebb lesz a talaj, megnőhet a növény.
lehet csodafegyver. Egy Brazíliában, ahol állandó esőerdő van, és kivinni a tápanyagot folyton a növény elől, és a bioszín megköti. De a mi talajunkban, ahol szárazságban nincs víz, meg még egy homoktalajt netán elképzelünk, hogy még azt a kevés tápanyagot, tehát lehet csodafegyver, ha tudatosan használjuk. Amikor akarom, hogy például a nitrát ne menjen az ivóvizembe, akkor bizony csodafegyver, mert nem szeretnénk meginni az ivóvízbe. Nem véletlenül van a nitrát direktíva. Úgyhogy lehet rá jó példát hozni a mi körülményeink között is. Hát a növény, megint a növény. A nagy oszlop azt jelenti, hogy ha 45 kg nitrogént kapott, ugye ökológusok azt mondják, semmennyi, de a koronafürtnek egy gyenge homoktalajon adtam 45 kilót, a növény erősebb lett, és utána a szimbiontát már segítette, mert ahhoz is energia kell, hogy én kialakítsam ott a élőhelyét. És utána már, ha sokat adtam, nem bolond a növény, hogy energiát fektessen be, nem lett nagyobb a gümölcsötés, de 45 kg-nál starternél hihetetlenül nagyobb nitrogénkötő képességet kapok. Tehát a növénytől is függ az, hogy hogyan reagál. Tehát arról beszéltem, hogy nagyon alkalmas eszköz a kezünkben, és jól hasznosítható, de a tudás az szükséges hozzá, ismerni kell, hogy melyik hova, a talajomnak milyen az állapota, a növényem mit követel, hogyan működnek ezek együtt, mert hát ez sokkal bővebb annál, hogy például az első oltóanyagok azok egyféle törzset tartalmaztak, most meg az EM, nem tudom, hallottak az EM, effektív mikroorganizmus, ami ugye a Higa professzor Japánból, és hát arra is mindenütt, hogy higiénizál, hogy mennyire jó. Anaerob körülmények között felszaporított, állítólag 80 élőlény tartalmazó készítmény. Na most, ha felszaporítok 80 élőlényt egyszerre, akkor lehet, hogy egyszer a kettő, mit tudom én, az első kettő szaporodik fel, később a harmadik, tehát hogy nagyon nehéz egyrészt a minőségét garantálni, hogy mindig ugyanannyi katona lesz benne, ugyanolyan erővel, másrészt pedig nem tudjuk, hogy a 80 közül melyik mit csinál. És ha anaerob körülményre gondolunk, mert ezeket levegőtlenül kell felszaporítani, akkor meg az a másik dolog, hogy beviszem a talajba, az gyakorlatilag a levegőt elhasználja a talajból, és már is létrehoz egy biogáz telepet, amivel aztán a szén, az a szén, amit meg akarok őrizni a talajban, az kimegy a légkörbe. Tehát jó lehet, mert az aerob kórokozókat, potenciális kórokozókat gyakorlatilag megszünteti, higiénizál, de tartós alkalmazása nem jó, mert azzal járul hozzá, mintha szántanám a talajt, lassan fogy a szerves anyag. Tehát itt is ismert a tudás. Ha összeadtuk az AM gombát, meg ezt az AM baktérium, akkor kioltotta egymást. Az egyiknek sok levegő kell, a másiknak meg semmennyi. Kétszer is költött a gazda, kétszer is megvette, és gyakorlatilag nem csinált semmit, mintha kontrollálna a kukoricáját. Tehát tudni kell az adott készítménynek a típusát, az abban lévő élőlényeket, és tudatos, egy kis tudatosságot is belevinni az alkalmazásba, amihez remélem hozzájárultam bizonyos mértékig. A napi hírek, ezt ma orvoztam ki, kivettem a cégek nevét. Nehogy ugye ez felhívja. De miről szól? Kicsi, de hatékony. A mikroorganizmusok hozzájárulnak a nagyobb fenntarthatósághoz. Majdnem minden cég, azok is, akik eddig vegyi anyagokat gyártottak, azok is, akik eddig fajokat vagy növényeket, magvakat ajánlottak, mindenki most hirtelen egy jótékony baktériumot vagy gombát szed elő, és nem kell peszticid, ne használ, de ez minden csodát megold. És az USA-ban, elég kicsit le van maradva azóta, már biztos több, biopeszticid, ugye nem szeretem a szót, miért, mert vagy bio, vagy peszticid, mert a peszticid az életidegen anyag, nem lehet bio, biokontroll ágens.
azért ráges, mert vagy baktérium, vagy gomba, vagy alga. És biokontroll, és nem biopeszticid, de így írtak a cikk, vagyis a hírek, hogy ennyi hatóanyagot és 1400 aktív terméket jegyeztek be. És ez csak növekszik. Most már egyszerűen őrületes, hogy milyen mértékben látjuk, hogy a készítmények, vagyis az élő lények helyett most egyszerre az élő lények termékeit, enzimeit, tehát mire jó ez? Akkor azzal még, kevesebbet fogja kiismerni magást, még nagyobb tudásra lenne szüksége. Fogalma sincs, hogy mit szól ki, jön valaki, szépen mosolyog, kedves lesz, és biztos úgy van. Tehát egyszerűen nehéz az eligazodás. No, sokat beszéltem, néhány terméket itt feltüntetek, és hát ugye az élő talaj, a talaj az egy élő szervezet, egy szuperorganizmus, és hát arra kellene figyelni, hogy a talaj biztosítsa az egész ökológiai rendszerben a maga szerepét, és okszerűen kellene használni, hát jó sok van belőlük, nem egyszerű. És akkor, ja igen, hát ugye a projektek, amelyek támogatták a munkánkat, és hát az organikus művelés, hogy itt kedvezek a gazdáknak egy kicsit, tehát hogy a talaj organikus művelése az nem azonos a hidropóniás növény termesztéssel, és hát a csapat azért kell a minden munkához. Van-e kérdésük, és elég világos voltam, megköszönöm az önök figyelmét. Én azt gondolom, hogy van feladatunk, tehát hogy ezeket a dolgokat, hogy a tudás alapú alkalmazás és a növény is másképp gondolkodik, meg más a helyzete, meg a mikroorganizmusoknak helyzetét is megismerve. Tehát élő lényekkel számoljunk, és gondoljunk bele, én mindig a saját példámat veszem, hogy vajon én ebben a helyzetben, hogy viselkednék, és tényleg mire lehet ott szükség azoknak az élőlényeknek, melyiknek mire, mert hát nem is egyformán azt az ábrát be sem raktam, hogy különféle stratégiái vannak a baktériumoknak is, meg a növénynek is. Tehát ezeket össze kell tudni harmonizálni egymással, hogy jó barátként segítsék egymást, és ne akadályozzák. Köszönöm, Köszönjük szépen, Monika, nagyon érdekes volt, de óvatatlanul felmerül néhány kérdés bennem. Hát igen. Te is, ahogy többször elmondtad, teljes joggal, hogy ezeknek